Dolgoznak a munkagépek a 86-os főút mellett a Szántóföld peremén. Az előkészítő munkák és engedélyek beszerzése után most már a védőréteget hordják fel a közel 2,5 km hosszú és 3,2 méter széles kerékpárútra, amely a Petőfi telep Halastó utcától Szombathely közigazgatási határáig húzódik. A munka ezen szakasza befejezés előtt áll, aztán jön a többi réteg. Behordásra kerül egy darált betonos anyag, amit utána kiegyenlítünk egy szemcsés anyaggal, ezt egy gréder eldolgoz, és utána jön ez a remixes technológia, ami tulajdonképpen átdarálja ezt az eddig behordott anyagot, és egy cement stabilizációval tulajdonképpen egy mechanikai kötést képezve egy olyan felületet hoz létre, ami már megengedi, hogy erre rákerüljön az aszfalt. Ettől erős és nagyon nagy teherbírású lesz, ezekből a betoncsövekből pedig átereszeket építenek, ami a mezőgazdasági területekről vezeti el a vizet. Majd a vasúti átjáró lesz ugye utána érintve, ami egy kicsit rövidebb munkafolyamatnak tűnik, de mégis az a leghosszadalmasabb. Úgyhogy a munkáknak a teljes elvégzését azt ilyen október-novemberi hónapra tesszük. Valószínűleg az aszfalt már előbb el fog készülni, de a vasúti átjáró az áthaladás még nem lesz lehetséges, és ezért ilyen október-november körül szervezzük az átadását. Elméletileg szerződés szerint jövő év január végéig kellene végezni. Ez a rész azért is bonyolult, mert a vasúttársaság is változtatott időközben a területen. Alapvetően annyi történt, hogy a gyesebb változtatásokat hajlott végre a vasúti pályaszerkezeten, emiatt át kellett tervezni magának a kerékpárútnak a nyomvonalát, és emiatt a nyomvonalát tervezés miatt a szakértők költségnövekményt prognosztizáltak, ami egyébként hála jó Istennek nem következett be. A beruházás költsége tehát 255 millió forint maradt. A kerékpárút Balogh-Unyom közigazgatási területére első 550 méter hosszú részét a megyei önkormányzat és a falu közösen építette meg. A kivitelező felhívta a figyelmet, hogy az átadásig szigorúan tilos használni a félkész kerékpárutat, hiszen baleset veszélyes.